létbiztonságcsomag bevezetését javasolja az MSZP. A párt ennek keretében kiszélesíteni a hatósági áras termékek körét, 20 000 forintos élelmiszerkupont adna a rászoruló családoknak, kibővíteni a rezsicsökkentést és adómentessé tenni a minimálbért. Vendégünk Kunhalmi Ágnes. Az MSZP társadalmi jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Köszöntöm nálunk. Létbiztonsági csomag bevezetését sürgeti az MSZP, és azt írják, hogy a fideszes oligarcháktól beszedett milliárdokból meg lehet oldani, hogy a kormány kiszélesítse például a hatósági áras termékek körét. Az elejével kezdjük, milyen pénzt szedne be, és kitől szedne be, és milyen jogcímen az MSZP? Na, tehát először is, ha válság van, akkor szeretném jelezni, hogy a legfontosabb, hogy az embereket védjük. Ebből kifolyólag vissza kell utasítanom a Németh Szilárdnak azon kijelentését, hogy a baloldaliak támadják a rezsicsökkentést. Sem a választások előtt, sem most a választások után, sem én, sem az MSZP, és az ellenzék sem támadta a rezsicsökkentést. Ön szerint jó a rezsicsökkentés? Minden támogatható, ami válságban az embereket segíti. Ezért a 13. havi is egy nagy segítség. A probléma azzal van, hogy ebbe a csomagba, amit Orbán most beszed innen-onnan, hogy megvédje ezt az intézményt, kihagyják például az oligarchákat, és például azt az építőipari szektort, ahol ott vannak mészárosék, garancsiék, szíjék, tehát olyan oligarchákat valami miatt elfelejtett bevenni ebbe a körbe. De alapvetően azért azt állítjam én is az MSZP, hogy nem lenne szükség erre az egész extra profitos dologra, hogyha az Európai Unióból, és erre nem tudott igazából az előttem szóló vendég választ adni, hogy hogyan tömködnék be azt a bizonyos lukat, nem lenne szükség, ha az Európai Unióból le tudnák hívni ilyen-olyan jogcímen azokat a forrásokat, amelyekhez most nem férnek hozzá, mert akkor a hazai költségvetést lehetne mentesíteni egyébként, és bizony bérre, a svájci indexálásra, további nyugdíjemelésre és egyebekre fel lehetne használni a nemzeti költségvetésből forrásokat. Nem, ugye azt mondják, hogy ebből lehetne havonta 20 000 forintos élelmiszer kupont vagy segítséget adni a rászorulóknak. Ebből is. A rászorulók körét azt hogy határoznák meg? A rászorulók körét, ugye én az univerzális juttatásoknak a híve vagyok, de először is ezt döntően Európai Uniós forrásból finanszíroznánk, ugyanis ezt Újhely István már önnek is azt hiszem pont tegnap is említette, amikor bekapcsolták, hogy az Európai Uniónak van olyan támogatási formája, amely ilyenkor válságban élelmiszer kuponra lehet váltani. Ezt például a románok elkezdték már folyósítani is, tehát meg kellene nézni azt, hogy körülbelül mekkora. Sokféle mutatót ki lehet választani, de az a lényeg, hogy ebben minél többen beleférjenek. Szerintem itt már nem csak a leginkább rászorulók, hanem a középosztály, már egy közalkalmazott, sokszor ön is elmondja, hogy egy kezdőpedagógusnak mennyire alacsony a bér. Azért nem mindegy ám, hogy a végén, a hó végén van egy 10-20 ezer forintos kupon, amivel mondjuk élelmiszer tudok még venni a családnak. Ugye azt mondta az előbb, hogy amikor baj van, akkor ugye ezeket fenn kell tartani, és mi van, ha nincs baj? Azt mondják a közgazdászok, hogy azért nem megoldás a hatósági ár, belenyúl, beleavatkozik a piaci folyamatokba, most helyzet van a háború miatt, nőnek az árak, szóval akkor meddig tartanák fent a hatósági árokat, vagy a rezsicsökkentést, ezeket a kedvezményeket nagyon nehéz lesz megszüntetni. Onnan induljunk, ha nincs baj. Ha nincs baj, akkor sem vagyok pártján annak baloldali szocialista MSZP-sként, hogy a megszorító politikát újra alkalmazzák, és a jóléti rendszereket leépítsék. Az elmúlt 30 évben a legtöbb kormány ezt alkalmazta sajnos. Hát tudom, hogy biztos vagyok benne, hogy például Németh Szilárd most azt mondaná, hogy ezt pont önök csinálták a baloldali kormány. Így van, sajnos, és ennek vissza is egyébként a baloldala levét, mert pontosan elvettük azokat a juttatásokat, amelyeket korábban mi adtunk oda. Ennek megvannak most a politikai ára, úgymond, a támogatottságban ez világosan látszik, nem csak az MSZP támogatottságában, hanem az ellenzék támogatottságában is. Tehát a jóléti rendszereket fel kell tartani, nem szabad a lakhatástól, az egészségügytől, az oktatástól, minimum ezeket nagyon meg kell támogatni. Én nem vagyok híve annak, hogy újra meg újra a fiskális egyensúly jöjjön létre. Nem a piacért van a társadalom, hanem a piacnak kell úgy működnie, hogy az állam és a piac olyan harmóniában legyen, hogy a végén ne az emberek fizessék meg a piacon meglévő folyamatos válságokat.
Azt is mondja, hogy maradjon a kata. Ezt írta a Facebookján, hogy fontos, hogy megőrizzék. Ugye Parrag László, az MKIK elnöke beszélt arról egy interjúban, hogy a kamara támogatná, hogyha eltörölnék. Tegnap itt azt mondta, hogy most gyűjtik a javaslatokat, dolgoznak rajta, lesznek majd javaslataik, de hát nem ők döntenek a katáról. Ön szerint jó így, ahogy van a kata, és arra gondol, hogy ez így maradjon, vagy lenne mit változtatni rajta? Mert változtatni fognak rajta az biztos. Igen, de egyrészt nagyon nagy hibának tartom, hogy amikor válság van, akkor azokat a kisvállalkozókat, akik igazából rászorulnak, és ez több mint 400 ezer ember, riogatják ilyennel, nagyon-nagyon sokan jelezték felém is, hogy tudok-e valami, tudok-e más részleteket, mert nekik ez egy nagyon nagy segítség. Addig, amíg válság van, addig a kisvállalkozókat meg kell védeni. Nem szabad hozzányúlni addig, utána meg nyilván meg kell nézni, hogy van-e benne diszfunkció, mert azért mégiscsak arra hozták létre, hogy a úgynevezett fekete pénzeket, a zsebbefizetést valamilyen módon lássa az állam, azért ilyen kedvezményes, mert ezt már nem éri meg elcsalni, mert annyira kedvezményes. Nagyon sokan élnek vele, de most számomra nem az a kérdés, hogy hányan élnek vele vissza, hanem a válságban képes vagyok-e a kisvállalkozókat megvédeni. Tehát ilyenkor az emberek oldalán kell lenni, és bizony az unióból jönne annyi támogatás, hogy a költségvetésből lehetne átcsoportosítani bizonyos dolgokra, és ami még nagyon fontosnak tartok, és ez szintén zászlós hajója az élelmiszer kupon mellett az MSZP-nek, ez az örök rezsicsökkentés. Én nagyon jól tudom a saját választókörzetembe, de Németh Szilárdnak is tudnia kéne, hogy Csepelen hány lakótelep van. A panel programot ők megszüntették. Mi azt mondjuk, hogy az Európai Uniónak kimondottan van olyan alapja, amit szintén az energiakorszerűsítésre, a lakóházak szigetelésére, a kádárkockáknak a rendbetételére és korszerűsítésére, az lenne az igazi rezsicsökkentés. Tehát mindenféleképpen élelmiszer területén kellene segíteni az embereket, zöldség, gyümölcsre például hatósági árat bevezetni. A kuponnal nagyon sok családnak hó végén 10-20 ezer forintot oda lehetne adni. El kéne indítani az energia korszerűsítést mind a paneloknál, mind a kádárkockáknál és a társasházaknál. Ez egy olyan csomag, ez az a létbiztonsági csomag, ami válságban megvédi az embereket. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget.